Március 27-én egy órára elsötétültek Budapest nevezetességei. A vár, a parlament, a hidak. A WWF Magyarország fél kilenctől a Budai Vár Savoyai teraszára várta az érdeklődőket. Jó estét kívánok! Dakó Andrea vagyok a WWF Magyarország alapítványtól. Itt vagyunk Budapesten a Budai Vár Savoyai teraszán a WWF Magyarország földórája akcióján. A földórája a világ legnagyobb klímavédelmi eseménye. Ebben a pillanatban egyszerre 125 országban zajlana klímavédelmi közösségi rendezvények. A földórája gyakorlatilag arról szól, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy azzal, hogy egy óráig lekapcsoljuk a világítást, ezzel is nagyon sokat tehetünk a klímavédelem igényéért. 60 perc sötétség, mert hogy kell egy kis áramszünet mindenkinek, az energiatakarékosság fontosságára hívja fel a figyelmet. Gyakorlatilag a mindennapi életünk, mindennapi gondolatainkat hassa át ez, hogy igazából környezettudatosan működjünk és éljünk, hogy a fogyasztásunkat ne a lustaságnak, hanem a tudatosságnak rendeljük alá, hisz erre a földre még nagyon-nagyon sok generációnak szüksége lehet. Felvenni a kapcsolatot, mert rendkívül sokan jelentkeznek, de a WWF-nek a magyar honlapján lehet jelentkezni, egy önkéntes lapot kitölteni, és akkor ők küldenek többféle e-mailt, hogy milyen programokon lehet részt venni. És ez a